Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Először megtekintjük az ő gondolatait, ami itt felül és alul látható. Ez a férfi magával van elfoglalva. De fél valamitől, hiszen ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Eltávolítanak valamit. Fél attól, hogy kiadás lesz, fél attól, hogy elveszíti a munkáját, fél attól, hogy nem lesz meg a biztonság érzete, és fél attól, hogy elveszít téged. Persze az egerek gyakran tudnak segíteni is, amikor például eltávolítanak negatív gondolatokat. Ó, ebből úgysem lesz semmi. Ilyen esetben az egerek nagy segítséget jelentenek. Ami az érzelmi világát illeti, az itt bal oldalon látható. Te megjelensz az ő érzelmi világában. A kulcs jelenti, ebben biztos lehetsz. Amit a kulcs még jelenthet, hogy ő lezár valamit, egyúttal kinyílik egy új ajtó, a lehetőségek. És itt az utak jelentik az ő döntéseit. Ez veled áll összefüggésben. Az utak jelenthetik azt is, hogy útban van hozzád, vagy hogy tervez veled egy közös életutat. Mit fog tenni? Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatot, keresi veled a kapcsolatot. A gyűrű jelenthet bizonyos szerződéseket is. És itt van a remény, vagy egy utazás. Az, hogy ő útban van hozzád, vagy tervez veled egy közös nyaralást, egy utazást. És itt látható a csillagkép, ami szerencsét hoz. Jelenti a bizalmat is, hogy minden úgy lesz, ahogy ez a csillagokban meg van írva. És most megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák. Mit távolítanak el az egerek, vagy mitől fél? Itt a kutya látható. Vagy elveszítette a házi állatot, mert például egy kutya vagy egy cica elbúcsúzott, és ez kiváltja a szomorúságot. A kutya jelentheti a barátságokat is, hogy bizonyos baráti kapcsolat lezárult, a barátok eltávolodtak tőle, vagy a kutya jelenti a hűséget, hogy fél attól, hogy te nem vársz hűségesen rá. Amit őt illet, itt a könyv jelentheti a tudását, vagy az árkózottságát. A hölgy, itt voltak félreértések a múltban, viták, veszekedések, lehet, hogy itt a kártya jelenti a féltékenységet is. De ez, amit ő szeretne lezárni ezzel a kulccsal, és az utak, a döntések, ő úgy gondolja, hogy nálad le tud horgonyozni, de kell a bizalom, ezt szeretné kiépíteni. Amit a horgony még jelenthet, ez a munka vagy a hivatás, lehet, hogy itt is döntések lesznek. És a kulcs,
Biztos lehetsz abban, hogy útban van hozzád. És a kapcsolat kettőtök között itt a madarak jelentik a vidámságot, a könnyűséget és a beszélgetéseket. Keresi veled a kapcsolatot, beszélni akar veled. És itt a hajó, a remény vagy az utazás. A remény megvan arra, hogy az egerek eltávolítanak bizonyos témákat, ami vagy téged szomorított el, vagy ez a vita, ezek a félreértések, vagy a féltékenység. És miután az egerek eltávolították ezeket az érzelmeket, lesz majd itt egy nyaralás. Te fél egy kicsit attól, hogy te ezt lemondod. És a csillagok itt vannak az álmok, az elképzelések, és megvan a bizalom, hogy ez az álom megvalósulhat. Az ő jelenlegi helyzete itt a torony lehet egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, az is lehet, hogy ő még fogva érzi magát a toronyban, keres egy kiútat, és az utak jelentik azt, hogy sikerülni fog. És a te jelenlegi helyzeted? Itt kisüt a nap, kiderül az igazság, láthatóvá tesz bizonyos dolgokat, jelenti a kisugárzásodat, vagy a vonzalmat kettőtök között. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!